az ökumenikus imádságokra, a hagyományokhoz híven. Minden év január 3. hetében kerül sor. Több mint 50 éve ért véget a II. Vatikáni zsinat, ahol hitet tettek a zsinati atyák, hogy a keresztények egységén folyamatosan munkálkodni fognak. Ennek a középpontjában pedig a forráshoz, vagyis Jézus Krisztushoz való visszatérés áll. Minden keresztény hozzáimádkozik. Tudatosítjuk ilyenkor, hogy Jézus egyetlen egyházat alapított, de sajnos az idők során, évszázadok során ez az egy egyház részekre szakadt. Olyan, mintha egy cserép lehullik valami miatt a tetőről a földre, ez a cserép összetörik, de attól, hogy darabokban van, ez a cserép még egyetlen egy cserép. Nekünk igazából az a nagy feladatunk, hogy ezeket a darabokat szépen összeforrasszuk. Az imahét minden évben egy konkrét téma, úgynevezett liturgia köré szerveződik. Az idei témát ezúttal Németországban állították össze. A vezérgondolata pedig az, hogy hogyan tudunk önmagunkból kilépni, és nem én központúan élni. Ezt állították középpontba tegnap az újvárosi római katolikus plébánia kápolnájában tartott istentiszteleten is, melyen Pálfai Zoltán plébános mellett Bíró István görög katolikus parókus szólalt még fel. Többé ne önmagunknak éljünk, ez a gondolat. Tudjuk letenni azokat az önzéseinket, tudjuk letenni azokat a sajátságainkat, amelyek szétválasztanak minket, és ilyen egyként imádkozó. Az egyházunk ezt úgy fogalmazza meg, hogy egy szájjal és egy szívvel tudjuk mondani ezt az isteni dicséretet. A rendezvény sorozat ma délután a belvárosi református imateremben folytatódott, holnap pedig a görög katolikus templomba várják az érdeklődőket közös imádságra.